A Holtága-Tolnai a kedvenc horgász paradicsoma. Volt eddig, mert hogy úgy hozta az élet, hogy a víz egy jelentős részéhez nem tudnak majd eljutni a pecások, mert hogy azok a területek, melyek biztosítják a lejutást, magántulajdonban vannak, és kiparcellázták őket. Így nem lehet megközelíteni ezekkel keresztül a horgászhelyeket. A horgászok panasza ismeretes számomra, meg szerintem minden tolnai számára, a Dunapart, illetve a Dunapart megközelítésének nehezítése kapcsán a magántulajdonok elszaporodásával egyenesen arányosan. Hát igazság szerint, mint a Horgász Egyesület elnöke, szomorúan kell tudomásul vennem, hogy a magántulajdonok megszaporodásával egyre nehezebb megközelíteni a partot a horgászok számára. Ez egy a horgászok számára nem kívánatos, de természetes folyamat. Meg kell érteni a magántulajdonot, illetve magántulajdonosokat, illetve a magántulajdon védelmét, és tiszteletbe kell tartani, ugyanakkor a horgászoknak a panaszait maximálisan megértem. Hiszen egy korábbi állapot tekintetében egyfajta nehezítés várható, és még nehezebb lesz megközelíteni, én úgy gondolom, a jövőben, éppen úgy, ahogyan a magántulajdonok kiparcellázása, illetve elkerítésre kerülnek, ezzel sajnos számolnunk kell, együtt kell vele élnünk. Bár a horgászok a várost is felelősítették a kialakult helyzetért, a törvény betűje egyértelműsíti a helyzetet. Bertha Zoltán alpolgármester azt mondja, ők, amit jogilag tehettek, megtettek az ügyben. 16 tavaszán került elfogadásra a Holtág kapcsán egy intézkedési terv, amikor többféle szempontból néztük át a Holtág jelenét, jövőjét, például horgászati szempontból is. Sajnos azt kell mondanom, hogy az ingatlanok tulajdonát tekintve önkormányzatunk, Tolnaváros önkormányzata tulajdonában mintegy 600 méter hosszú partisáv van csak. Ez ugye a Bugyiszló felé vezető közút híd lábától a köznyelvben Stern telepként említhető területig egybefüggő ez a kb. 600 méteres terület. Ez érinti ugye az Altaripa Szabadidőparkot is, ahol a rendeletben is foglaltak szerint szabad a horgászat, tehát itt a horgászok elől nincs elzárt terület, tehát az Országos Horgászrend, illetve a helyi egyesület, aki a halgazdálkodási joggal rendelkezik, annak a szabálynak a betartása mellett lehet horgászni, illetve tehát nem csak partról, hanem ugye vízre szállva csónakból is engedélyezett a horgászat. Sajnos azt kell mondani, hogy a holták, ugye két külön holtágról beszélünk, hiszen a híd ketté választja a területet, a felső holtágként mintegy 16 kilométeres holták szakaszról beszélünk, további partszakaszok nincsenek önkormányzati tulajdonban. Tolna közigazgatási területe az a köznyelvben gutai pusztaként ismert területig húzódik, a Stern teleptől eddig a gutai pusztáig a további területek azok magántulajdonban vannak. Ezek magántulajdonban vannak több évtizede, nem is voltak Tolnaváros önkormányzatának tulajdonában, tehát nem az önkormányzat értékesítette ezeket a területeket. Ezeket az elmúlt években elkezdték kiparcellázni, az itt lévő ingatlan telek tulajdonosok pedig hát ugye jó gazda módjára igyekeznek védeni területüket, elkerítenek, gyakorlatilag harmadik fél számára bejutási lehetőséget több esetben korlátozzák. A vízkezelőinek közhasznú hasznosításra biztosítani kell egy partmenti 3 méteres sávot, ha bármilyen feladat adódik, amit törvényileg el kell látni. A horgászat nem tartozik ezek közé, így a szabad sáv nem használható kötelezettség alatt erre a célra. Ami tehát marad, az a bizonyos 600 méter a hídtól a Stern telepig, illetőleg a csónakból való pecázás öröme.